Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Hungary Sport minden kedves nézőit, itt vagyunk a Haladás Sportkomplexum játékos kiárójában, velem szembe pedig a csapat frissen kinevezett másodedzője. Talán nem is kell bemutatnom, hiszen aktív labdarúgóként sok szép sikert megért itt Szombathelyen, Sipos Norbertről van szó természetesen. Hát milyen érzés most, hogy a partvonal mellől kell a játékostársakat, illetve egykori játékostársakat, jelenleg tanítványaidat képviselni, illetve felkészíteni? Nagyon nagy feladat, illetve egyben nehéz is, de megpróbálok mindent megtenni annak érdekében, hogy teljes mértékben átadjam azt a tudást, amit én edzőktől vagy játékostársaimtól megtanultam. Bízom benne, hogy ez nagyon nagy sikerrel fog megtörténni, ezt szívesen fogják fogadni, és tudják megkamatoztatni a pályán is. Ja, aktív labdarúgóként sok szép sikert ért el, ugyanezt a felvezetőben is elmondtam. Melyik mérkőzésre, időszakra emlékszel ezekből legszívesebben? Hát természetesen, amikor harmadikak lettünk Csert vezetésével, az volt nekem az egyik kimondottan szép évem, mind itt labdarúgóként, mind pedig, amit kaptunk Szombathelyi nézőktől. Úgy gondolom, erre emlékszem a legszívesebben, viszont óriási sikereket tudtunk elérni, illetve hát az a hangulat, ami volt az öltözőben, illetve hát a pályán, egyszerűen még a mai napig bele lehet borsózni. És most adott az új feladat, hiszen egy 21. századi modern labdarúgó stadionba kellene, hát nem csak nézőket visszacsábítani, hanem kiszolgálni őket nyilván szurkolókkal, illetve előbb-utóbb megcélozni az első osztályt is. Ez pedig edzői feladatként nagyon-nagyon nehéz lesz. Bizony, jól látod, nagyon nagy feladat előtt állunk. Mindenképpen szeretnénk először egy nagyon erős gerincet felépíteni, amit későbbiekben esetlegesen olyan igazolásokkal kiegészíteni, mivel már ismételten az lenne a cél, illetve mi célunk a Szabival biztosan, hogy újra NB1-esre legyen a Haladás, és ott is azért az első évben már egy középmezőnyben megragadni. Bízom benne, hogy nem csak ez a mi célunk, hanem másoké is, és hát azért dolgozunk, és azért is vállaltam el ezt a feladatot, hogy hiszek mind a vezetőinkben, hiszek magunkban, és hiszek a játékosokban. Rendben, nagyon szépen köszönöm, és hajrá, Hali! Hajrá, Hali!